élelmiszer és egyéb elsődleges szükségletek kategóriájába tartozó termékek vásárlására jogosító utalványokat kapnak azok a rokkant menekültek, akik Ungváron regisztrálták magukat. A vásárlási utalványokat az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai megyei szervezete fogja kiosztani. A támogatott személy három darab vásárlási utalványban részesül. Egy utalvány 2200 hrivnyának felel meg, ezért a támogatás, amiben az illető személy részesül, 6600 hrivnya. Ezeket az utalványokat a Szilpó üzletláncban tudják felhasználni az év végéig Ungváron, vagy bárhol az országban. A talonokért élelmiszert, higiéniai eszközöket, illetve egyéb a kedvezményezett vagy családja számára szükséges dolgokat vásárolhat. Ha a menekült családban két rokkant is van, akkor a 6600 hrivnya értékű utalványt mind a ketten megkapják. Ez a program az Osztrák Vöröskereszt támogatásával valósul meg, és egyelőre Ungváron indítjuk el. Ahhoz, hogy a 2002. február 24-e után Ungváron regisztrált első, illetve második rokkantsági csoportba tartozó menekültek megkapják a vásárlási utalványt, telefonon kell regisztrálódniuk, amire hétköznap reggel 9 és délután 3 óra között van lehetőség. Ezt követően a megadott időpontban meg kell jelenniük a kijelölt ungvári adminisztrációs szolgáltatási központban. A regisztráció előzetes bejelentkezés után lehetséges, amihez fel kell hívni a megadott telefonszámot. A hívást az önkénteseink fogadják, akik elmondják, hogy mikor és hol kell megjelennie az igénylőnek, illetve milyen okmányokat kell magával hoznia. Hangsúlyoznám, hogy a regisztrálás hétköznapokon reggel 9 és délután 3 óra között zajlik. Más időpontokban és hétvégéken a hívószám nem aktív. Az utalványt csak azok kaphatják meg, akik minden ehhez szükséges okmány eredeti példányával, illetve másolatával rendelkeznek. A regisztráláshoz személyigazolványra, adóazonosító számra, a menekült személy ungvári jegyzékbevételét igazoló okmányra, illetve az első vagy második rokkantsági csoportba való besorolást igazoló iratokra van szükség. Amennyiben egy szülő a rokkant gyermekei számára fogja igényelni a támogatást, akkor szükség lesz a gyermekek születési anyakönyvi kivonatára és a fentebb említett iratokra. Ha pedig rokkant személy gondviselője fogja benyújtani a kérelmet, akkor a státuszát igazoló iratokra is szükség lesz. A segélyezési projekt Ungváron indul, és március végéig fog tartani. Mindenki, aki sikeresen regisztrál, 6600 hrivnya értékű utalványban részesül, amit a folyó év végéig tud majd felhasználni.